Üdvözlöm az Arckép más nézőit! Ma Berecki Istvánhoz látogatunk el. A Beregvidéki Magyar Falusi Turizmus Egyesületének elnökéhez. A Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesületének elnökéhez, aki szívügyének tekinti a helyi értékek megőrzését és továbbadását. Tartsanak velünk! Itt állunk most Nagymuzsajban a családi birtokon. Itt is születtél egyébként? Így van, itt születtem. És már akkor is ekkora nagy terület volt rendelkezésre állni a felcseperedő Istvánkának, itt játszott? Igen, ez már akkor is területre megegyezett, csak nem így nézett ki, egy kicsit más volt, de jó volt így visszaemlékezni, itt szaladgáltunk, mikor kicsik voltunk. Mi volt a legkedvesebb gyerekkori élmény? Nagyon sok kedves élményem van. Igazából amire én leginkább visszaemlékszek, ez a szabadság érzete. Tehát, hogy bármikor bringára patalhattam, bármikor elmentünk gombázni az erdőbe, itt van közel az erdő, hegyet másztunk. Hát hegyet, dombocskát, de ez itt nálunk már hegynek számít. Ez a szabadság az, ami nekem nagyon tetszett, nagyon bejött. És itt is jártál iskolában, Nagymuzsai középiskolába? Óvodát is itt jártam, Nagymuzsajban, aztán a Nagymuzsai iskolába jártam. Tehát én nem mentem bentlakásos gimnáziumba, középiskolába, ez mindent Muzsajban. Aztán mégiscsak úgy döntöttél, hogy elindulsz Ungvárnak? Annyira élveztem a szabadságot, igazából terveim sem voltak. Tehát ha visszagondolok, hogy jött már tizedikesek voltunk, tizenegyedikes lassan, és akkor valahová menni kell. És akkor az volt a köztudatban, hogy tanulni kell. Tehát az egyetem felsőoktatás az egyértelműen Ungvár. Így hát adta a helyzet magát, mentünk Ungvárra. És mivel a tanárok már az utolsó egy-két évben egyre inkább küldtek ilyen matematika, akkor nálunk úgy mondták olimpiára, Beregszászra, ezért hát akkor legyen matek szak, úgyhogy elmentem matek szak Ungvárra, és hogy legyen esélyem a felvételinél, utolsó évben ilyen magántanároknál, kettőnél is Beregszászon tanultam. Egy évig voltam egyébként Ungváron, felkészítő tanár, bár annak ellenére, hogy orosz volt, semmit nem tudott magyarul, nem hagyott békét, hogy menjek Debrecenbe. Úgyhogy addig-addig piszkált, hogy egy évre rá nem átiratkoztam, hanem Debrecenbe is fölvételiztem, és akkor ott fölvettek, mint ugyanaz matematika tanárszakra. Később informatikát is fölvettem mellé, úgyhogy matematika-informatika tanára képesítésem, de hozzáteszem, hogy a kötelező tanítási órán kívül én többet nem tanítottam, tehát ez időközben azért rájöttem, hogy nem a tanár szakma az, ami nekem való. Megfogott a matekes szabály a nagy szabadság után, nem bírtad a kötöttségeket? Nem. Úgy voltam vele, hogy Nagymuzsaj, hát meg úgy Kárpátalja, ez olyan világvége hely, tehát ezért már csak jobb lehet, akárhová megyek. Azért gondoljunk bele, ez a 1997 környékén van. Most se rózsás a helyzet, de akkor azért ez fokozottabban érvényesült, és nem a pozitív oldalára az életnek. Úgyhogy hát talán természetes volt, hogy a fiatal az vágyakozott külföldre, akkor ugye Magyarország volt a külföld. És akkor így idővel, lassacskán azért úgy realizálódott bennem az a tudat, hogy hát nem is olyan rossz ez a Muzsaj. Tehát Debrecen egy nagy falu. Gyakorlatilag, tehát nagyon szép, sok minden van benne, és nagyon sokat is vitatkoztunk egyetemista társaimmal, így például Beregszázban is, akik elkerültek, hogy hát mit lehet itt szeretni itt Kárpátalján, és nekik ez a pezsgés kell, Budapest, de legalább Debrecen, vagy attól nagyobb város. Ugye most már ott se járnak, meg mennek tovább Londonba, sőt, Muzsajból van, aki Dubajban van, tehát én ezt nem mérítem egy másodpercig se, és rájöttem, hogy én bármikor, ha akarok, fölmegyek a hegyre, erdőbe járok, gombát szedek. Igazából ez a nagy szabadság az, amire úgy visszaemlékezve vágytam, ezt itt találtam meg. Tehát hihetetlen szép egész Kárpátalja. Úgyhogy bár járom már egy ideje Kárpátalját, de mindig találok még újabb-újabb csodákat. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog.
azért volt egy nagy pozitívuma a debreceni tanulmányi éveknek, hiszen ott találtad meg az életed társát. Így van, így van. Tehát matematika, informatika tanárszak mellett én programozás, az, ami tetszett nekem, úgyhogy én programozóként dolgoztam valami 12 évet, őt ott találtam meg, és hát egy darabig Debrecenben éltünk, vettünk is ott egy lakást, el is kezdtük nevelni az első gyerekünket, Jánost. Az a négy fal, ez nem ment nekem, tehát pedig ott volt a játszótér, csak le kellett menni, kilépni. Én szerintem nagyon sokan ezzel megelégednek, vagy vágynak erre, nem tudom, nekem valahogy ez nem jött be, hogy reggel beülni az autóba, elmenni a munkahelyre, este hazajönni, és akkor megint a négy fal között van az ember. Ez valahogy nekem nem, valami hiányzott, úgyhogy már mert Debrecenben, amikor voltunk, ha már akkor úgy hobbi szinten elkezdtünk turizmussal foglalkozni, mert akkor volt itt fellendülőben Kárpátalján a falusi turizmus. Testvérem is, nővérem azzal kezdett, már akkor foglalkozott vele, és akkor így láttam benne fantáziát, meg igazából hiányzott, mondom, ez a szabadság, és akkor így a turizmusban ez megvan, mert azért rengeteg érdekes, tehát nem egy hangú feladat, bár a programozásban is nagyon szerteágazó feladatok vannak, de itt is ez megvan, de plusz megvan az a szabadság, ez az utazás, hogy ha nem is messze, de folyamatosan úton van az ember. Volt egy párfordulat, egy nagy döntés, és akkor azt mondtuk, hogy, illetve én azt mondtam, hogy jövünk haza, és Ilona nem ellenkezett, úgyhogy jött velem. És akkor már megvolt két gyerek, már János és Istú is megvolt, és Anna már az itt született, már mikor itt voltunk. Ez azért nagy lépés volt a feleséged részéről, hiszen ő a magyarországi születésű. Így első hallásra ez úgy tűnik. Majd úgy rátérünk, hogy nem bántuk-e meg ilyesmit nem, tehát ezt már egy előre mondom. Kárpátalja, nem tudom, láttátok ezt a sorozatot, miért éppen Alaszka? Uh-huh. Na hát én, nekem mindig ez folyamatosan eszembe van. Ezt nem is nagyon lehet elmondani, tehát ezt át kell élni. Tehát mikor megszólal a rádió, a Pulzus rádió, annyit tudok, hogy pont a szülinapomon szólalt meg. A rádió, a Pulzus rádió, ugyanúgy, mint Alaszkában, miért éppen az, ott is a rádió ment mindig, és úgyhogy bekapcsolom a Pulzus rádiót, ahol tehetem, ott hallgatom, és akkor ugye olyan embereket hallunk megszólalni, akit úgy ismerünk. De ugyanez a színház, a Magyar Drámai Színház, Beregszászon elmegyünk előadásra, egy színház, tehát nem kell válogatni, egy van, tehát oda a színházba elmegyünk, és akkor ez teljesen más, mintha Pesten bárhol elmennénk. Én Kárpátalját egy kis gyöngyszemnek tekintem, pont olyan, miért pont éppen Alaszka, miért pont éppen Kárpátalja, hát a Jóisten adta, úgyhogy ez, én ennek örülök. Én is örülök, hogy így látod. És akkor a turizmus szépen ki is nőtte magát, nem csupán idegenvezetés van, hanem már egybekötöttétek kulturális programokkal is. Igen, úgy kezdtük, hogy szállásadás volt, tehát falusi turizmusban szállásadás, és egyre inkább láttuk, hogy egy dologgal igazából nem tudunk talpon maradni, ezért folyamatosan bővítettük a, úgymond a szolgáltatás körét, tehát van honismereti vezetés is, és kulturális események is, és azzal kezdtük például ezt a filagóriát megépítettük. Ez volt az első lépés, mert volt egy csoport, aki igényelt egy ilyen közös estét, ilyen táncmulatságot, helyi kárpátai népzenével, és ezért, hát én szoktam ilyen nagyot álmodni, ezért mondottam egy húztam, hogy megint egy nagy huszárvágást, és akkor csináljuk meg, és akkor fölépítettük. Ugye kellett már zene, a Kukasék, mint népzenészeket megtaláltuk, ezért ők jöttek és előadták azt, ami Kárpátaljára vonatkozik főként. És akkor meglett az első közös, hát búcsúesnek szoktuk nevezni, mert igazából az utolsó napra szoktuk tenni, és akkor ugye a házigazdák, a helyi magyarok, tehát a kárpátaljasiak, illetve a Magyarországról érkezett testvéreink így közösen kvázi elbúcsúznak egymástól. Ezt egy kis tánccal egybekössük, valamikor borkóstoló, sajkóstoló, de legutóbbi időben ez már mindig minden van, tehát egyre inkább. És igazából kérdezik, hogy
ugye Magyarországon, honnan jöttél, itt a magyarországiak kérdezik, hogy hova valósi vagy. Egy idő után arra jutottam, hogy kárpátaljasi vagyok. Tehát... Így, kárpátaljasi. Így van. Honnan jöttél Kárpátaljáról? Azt mondtad az előbb, hogy valami sikeres legyen Kárpáten, ezt minimum legalább 10 évig úgy kell csinálni. Gondolom, akkor voltak hullámvölgyek, amikor nem futott úgy a szekér. Hát a szekér sosem szalad, de igen, voltak hullámvölgyek, és ez igazából az ukrajnai helyzetre vezethető vissza. Egyre inkább kezdett jó lenni a dolog, már a Krímfélszigetre is volt megrendelésünk, egy ilyen 12 napos túra, úgyhogy az úgy gondoltam, hogy arra én is elmegyek, de pont akkor jött ez a nehéz helyzet az országban. Abban az évben mindent visszamondtak, tehát teljes mértékben. Ültünk, néztük, hogy na akkor most mi lesz. Itt nálunk mindig a lehetőséget kell megnézni. Nem lehet shoppánkolni, tehát nyilván, tehát mindig, semmi se jó, meg mások mindig jobb. De attól nekünk nem lesz jobb, ha folyamatosan sopánkodunk, ezért gondoltunk egy nagyot, és láttuk, hogy átrendeződött teljesen a piac a turizmusban, ezért a belföldi piac, az ukrán turistára gondolok, Kárpátaljára helyezte át a hangsúlyt. Rengetegen jöttek, nagyon sokan jöttek Kárpátaljára, úgyhogy például, ha csak azt nézzük meg, hogy a Munkácsi várat több mint 1 millióan nézik meg egy évben, az azért nem kevés. És Kárpátalja a belföld szempontjából egy zöld terület, olyan szempontból, hogy egy felfedezetlen az ukrán turista számára, ezért nagyon nagy boom volt ez abban az időben. És hát mit néznek meg Kárpátalján? Igazából Kárpátalján majdnem minden a tengeren kívül megtalálható, ami fontos. Vannak hegyeink, ugye van termálvíz, csak Kárpátalján van termálvíz. Ez nagyon fontos, ez nagyon szeretik a turisták. És ami nagyon fontos, van sajt és van bor. Tehát, és akkor itt jöttünk mi a képben, gondoltunk egy nagyot, volt egy kis területünk, már volt telepítve szőlő, gondoltam öreg napjainkra jó lesz egy kis nedű a hegy aljából, de hát kihasználtuk a lehetőséget, és mivel igény volt a borkóstolóra, ezért belevágtunk a borkóstolóba. De mivel kevés volt a telepített szőlőnk, ezért gondoltuk, hogy bővítünk. Hát folyamatosan bővíteni szeretnénk, nem tudom meddig megy ez, hát majd egy idő után csak leállunk, de telepítünk szőlőt, és hála Istennek most az EGÁNEDE program ebben óriási segítséget nyújt. Én sokszor nem is értem meg azokat a fiatalokat, hogyha visszagondolnánk nagyapáinkra, két kézek ragaszkodtak a földhöz, sajnos elvették tőlünk, a nagyapámnak is volt szőlője, elvették, sőt őt is elvitték, most meg itt a lehetőség, és akkor elköltöznek más országon, messzebb próbálnak szerencsét, mikor van földjük a szülőföldön, és lehetőség is van rá, anyagi támogatás is. Belevágtunk a szőlészet borászatba, ez valahol motoszkált is bennem, Debrecenben, mikor jártam egyetemre, valószínűleg még Debrecenben megfertőzöttem ez a szőlészet borászattal, a szobatársam ugye Tokajból volt, és többször is jártunk szüretelni Tokajba, ez egy óriási élmény volt, és hát jött ez az adódó alkalom, akkor nem örültem ennek a váltásnak, de megléptük, és most már örülök neki, úgyhogy most már nagyon sok borkóstolón vagyunk túl. Csipkebogyó Fesztiválon Beregen helytáltunk, és voltak sajtok, nagyon finom sajtok, nagyon szép finom sajtok. Kipattant az ötlet, hogy hát jó ez a bor így magában, oké, a sajt is jó maga, de mi lenne, ha együtt lenne a dolog. És akkor oda mentem, Leventéjékhez ugye, a Barkaci családhoz, és felajánlottam a helyzetet, hogy ugyan még nincs kész ez a kóstolóterem, mert akkor még nincs kész, de az már nekem a fejembe kész volt, úgyhogy mondom, akkor mire összecsiszolódunk, akkor arra pont jó lesz. És ők mondták, hogy tehát ők meg már pont egy ideje keresnek ilyen lehetőséget, hogy valamilyen borkóstolóhoz csatlakozzanak, úgyhogy már körülbelül 3. éve együtt tartjuk a kóstolót, és azt hiszem ez talán unikális és egész Kárpátaljára nézve, hogy legalább 6-7 fajta sajt és bort
egyidejűleg tudunk bemutatni a vendégekben, és így egy kis pillanatképet kapnak arról, hogy mi van most nagyjából Kárpátalján bor és sajt témájában. Kézműves sajtokról van szó, és kézműves borokról, úgyhogy ezt szokták szeretni a vendégek mind a kettőn. Elhiszem. Ahhoz, hogy az ember elkezdjen a borral foglalkozni, kell hozzá valamilyen alap. Először is kell hozzá ugye földterület és szőlő tőkék is, ami majd megtermi a bornak valót. Ez már neked megvolt? Sajnos nem. Bizonyos dolgok megvoltak, igazából csak pótolni kell. Na, hogy mit kell pótolni? Hát gyakorlatilag szinte minden, de rengeteg lehetőség áll előttünk, úgyhogy nekivágtunk. Onnan kezdődött a dolog, hogy Muzsaj eleve nagyon jó hely szőlő termesztésre, így hát borászatra kiváló. Különleges mikroklímája van egész Ukrajnában, tehát Tokajhoz szokták hasonlítani. És itt kiadták annak idején a hegyoldalba egy elég nagy részét teleknek. Én is ott kaptam egy helyet, ahol majd nekem építjük a házat, lehetőséget. Igazából ez, mi úgy döntöttük, hogy ez alkalmatlan arra, mi nem szeretnénk ott lakni, de szőlőnek kiváló. Úgyhogy még Debrecenben éltem, akkor még volt fizetésem, és úgy gondoltam, hogy néhány tőkét, egy olyan 1000-1500 tőke szőlőt Szerencsről és Egerből. Hoztam gyökreseket és eltelepítettük, tehát innen indult a dolog. Azóta 4 hektár föld van, amit szeretnénk nagyon rövid időn belül betelepíteni szőlővel. Úgyhogy a telepítés az folyamatosan zajlik, de kellenek eszközök, amivel feldolgozzuk a szőlőt, magát, a termést. Volt néhány hordó, fahordó, egy nagyon régi darálóz prés, de ez még a nagyapámé volt, akinek volt szőlője, csak sajnos ugye neki lehetősége nem volt használni sokáig, és ezt ugye ezzel kezdtük. De hát gyakorlatilag a mai világban ez már egyrészt nagyon elavult, és igazából nem volt használható. Itt az Egán Ede jött képben, aki adott lehetőséget arra, hogy korszerű tároló edényeket, illetve zúzóbogyózót, prést vásároljunk, és ez egy, hát nem is lehet leírni, hogy mekkora ugrás minőségben és időben is. Mert előbb-utóbb elértük volna, de ez kellett volna szerintem legalább 15 év. Ezt a 15 évet most egy 2 évre tudtuk leszűkíteni. És most hányféle szőlőtök van már? Hárslevelű, formint. Igyekeztünk a magyar fajtákra koncentrálni, tehát ez nekem nagyon fontos, hogy ne egy katalógusból nézzük ki, hogy milyen, hanem vegyük figyelembe azt a több száz éves tapasztalatot, amit őseink magukhoz szedtek, ezt a hatalmas nagy tudást, és nézzük meg, hogy ők milyen szőlőfajtákat termesztettek itt. Akkor fehér szőlő, sárga muskotáj, nagyon egyik kedvenc, de hát mind kedvenc. Ez lett volna a következő kérdés. Igen, és akkor a vörös szőlők. A kék frankos az, ami nekem nagyon bejött, illetve a bikavérhez, mert a bikavér hát ugye Eger, Egria az asszony, és a bikavér az mindenféleképpen kell, ezért a fő alkotó a bikavérnek a gerinc, ez a kék frankos, de telepítettünk mellé egy kevés Blauburgert, Merlot, hát Cabernet az tényleg csak nagyon mutatóba, illetve hát van egy magyar fajta Turán, azt is éppen csak hogy mutatóba. Úgyhogy én ezt úgy válogattam annak idején össze ezeket a fajtákat, hogy egy néhány hordónyi borunk legyen, és akkor így ilyen arányban lett ez kiválasztva. Hordó, az Szerenyeire gondolok, ugye nagyon sok minden van itt Kárpátalján, amit úgy gondolnak, hogy kicsi ez a Kárpátalja, de nagyon sok mindenről lett, például Szerenyei hordó, ugye Gönci hordó, Tokajban nálunk Szerenyei hordó, de hogy ki ne száradjunk. És akkor készítettek küvéket is a borokból? Hát igen, ez a bikavér, ez egy küvé lenne gyakorlatilag, de van Tramini, van Otonel, tehát a bor által például, és a turizmus által jutottunk el Budapestre is, a Magyarságházába, de az Ízek utcájára is. Azt hiszem
idén lesz már harmadik éve, hogy a tűzről pattant menyecskék, ez a Beregvidéki Magyar Falusi Turizmusnak a tagjai. Ugye a faluban fogadjuk a vendégeket 90 dékházzal, és a házigazdasszonyokkal évente a Magyar Ízek utcáján meg szoktunk jelenni, és Kárpátaljáról visszük, hát és mit vigyünk? A fánkot. Tehát nagyon különleges, amikor a fánkban benne van a lekvár. Nem rajta, nem mellette, hanem benne, tehát úgy belesütik. Tehát augusztus 18-20-a között van ez a rendezvény, és legutóbb 12 ezer fánkot sütöttek meg. Úgyhogy én büszke is vagyok rájuk, úgyhogy ígyunk az egészségükre. 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 Bár nem vagyok egy nagy borszakértő, csak azt tudom mondani, hogy jól esik-e inni, vagy nem? Jól esik. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtál, mert igazából kérdezik, hogy mire kell figyelni a bornál. Íz, illat, utóíz. Sok mindenre lehet figyelni, és kell is. Én azt szoktam mindig mondani, hogy egy fő, lehet így mondani, törvény van, akkor az, hogy ízlik, vagy nem ízlik. Ha jól esik, akkor inni kell mértékkel, mert mértékkel nagyon egészséges a bor. Ami jól esik, azt kell fogyasztani. Még egy kérdés, hogyan őrzöd meg magadban ezt a, mert többször említetted, hogy szeretek nagyokat álmodni, mindig pörögnek valamin az agytekervényeid, meg ez a pozitív energia, hogy van lehetőségem, akkor használjuk ki. Ezt hogyan tudod megőrizni magadban, amikor körülöttünk annyi ellenpéldát látunk, hogy itthon annyira nem megy, annyira nem lehet, és mégis azt látom benned, hogy tele vagy energiával, bővítünk, csináljuk, és álmodunk nagyokat, merünk nagyokat álmodni. Nem tudom megmondani. Igazából nem látom értelmét annak, hogy siránkozzunk dolgokon. Volt egy időszak, mikor így álltam a dolgokhoz, és ez nem vezet semmire. Tehát a pohár nem félig üres, hanem félig tele van. És akkor azt, ha szem előtt tartjuk, akkor nagyon sok minden. De egyébként rengeteg pozitív példa van Kárpátalján, csak a megfelelő embereket kell figyelni. És azt hiszem, akikkel te szoktál találkozni, azok főként ebbe a kategóriába tartoznak. Úgyhogy nagyon-nagyon sok, hál' Istennek, nagyon sok jó példa van Kárpátalján, és nem hagyja el mindenki Kárpátalját, ennek nagyon örülök, hanem rengeteg érdekes ember itt van. Úgyhogy én szerintem lesz ez sokkal jobb is. Akkor most én mondom, hogy ígyunk azokra, akik itthon vannak, és rád itt is maradjon meg ez az merjünk nagyokat álmodni habitus. Merjünk. Azt szokták mondani, a jó bornak nem kell cégér. Itt Nagymuzsajban, Vígmuzsajban azt mondják kell. Én azt mondom, nem dicsérem, dicsérje meg magát. Berecki Istvánnal beszélgettünk. Miért éppen Kárpátalja? Ha igazán a szívünk mélyére nézünk, tudjuk a választ. Várjuk Önöket a legközelebb is. Viszontlátásra!